szeretném megkérdezni, hogy az ön kutatásaiban talált-e nyomot a hunok és a magyarok kapcsolatára? Igen, igen, a hunok indiaiak és perzsák és magyarok kapcsolatára. Sőt, mikor én a Bombay Egyetemen tanultam, 25-30 évvel ezelőtt, akkor voltak olyan professzoraim, akik Magyarországon jártak, Divekkel professzor például, aki miután visszajött Magyarországról, azt mondta nekem, hallgatója voltam, hogy maguk magyarok miért tagadják a hun-magyar rokonságot, mikor az egész világ tudja, hiszen a nevükben is Hungária benne van, és ő járt akadémikusoknál, egyetemi tanároknál is, akik kézzel-lábbal tiltakoztak ez ellen, de az indiai értelmiség meg van győződve arról, hogy sőt, a rajasztániak, az India nyugati tartománya, egy hatalmas 35 milliós lakosú tartomány, kijelentette egy professzor ott is, hogy ők tudják, hogy az ő vénáikba is 50%-ig hunvér folyik. Ugyanis a fehér hunok, és előtte a kusánok, a fehér hunok elődei, ott összesen 500 évig uralkodtak. 8 évig éltünk Indiában, én ott a Bombay Egyetemen végeztem indológiát és hindi nyelv és irodalmat. Ott az emberek is egész más, sok, mint India más részén. Ott a nők nem szárit hordanak, hanem szoknyát és blúzt. A férfiak pontosan úgy néznek ki, mintha székelyek lennének. Fehér, egész testhez simuló nadrág, de nem posztóból az éghajlat miatt, hanem gyapotból. Bőszár, bőújú ing, fehér ing, és színes vagy fekete mellény. Hát mondjuk ehhez még a turbán kapcsolódik az éghajlat miatt, de különben nagy bajusz, teljesen úgy néznek ki, mintha kicsit lesült székelyek lennének. És az emberek, a falvak is olyanok, hát szegényebb kiadásban, mint a székely falvak, de egy jó néhány falunak hun neve is van, olyan, hogy Hunagamba, ami azt jelenti, hogy hun falu, Huna Junmu, az azt jelenti, hogy hunok ékessége, és Huna Vászi, hunok által lakott. Ez a három falu teljesen őrzi nevében, és meg vannak győződve, hogy ők a hunok leszármazottai. Na most a heftaliták utódairól azért egy pár szót hadd mondjak. Egy részük a kusánoknak is, meg a heftalitáknak is beolvadt Indiába. Elvettek árja hölgyeket, ugye feleségül, és ebből lett Rajasztán és Gujarát, akik hát nagyon jól tudják ők maguk is, és a például a guzsarátiak nagyon büszkék a szkíta múltjukra. Ahmedabad, Gujarat fővárosa, a múzeum tele van szkíta emlékekkel, nyílhegyekkel, íjakkal, kardvégekkel, tehát ők büszkék rá. Tehát egy részük beolvadt. Másik részük menekült északra, és ott a hegyek között megalakították Hunza államát, az legközelebbi rokonaink tulajdonképpen, mert ők még mai napig is a sámán természetvallásban hisznek, sámánjaik vannak. Ma több kutatónál, vagy korábbi kutatóknál is azt találom, hogy a magyar az a türkökkel rokon, sőt testvéri. Akkor ez most hogyan van? Később, igen. Ezt Nyitrai Szabolcs nagyon jól kutatta könyvében. A ős magyarok Azerbajdzsánban, ő 3 évig kint élt, megtanulta a türk nyelvnek a azeri változatát, és Dagesztán területén ő volt is ott, a romokat látta, Kicsi Magyar és Ullu Magyar városban. Ullu azt jelenti, hogy nagy törökül. Tehát kis magyar és nagy magyar városokba telepítette le, és ez a Perzsa Birodalom északi határán volt ez a két város, és ugyanazt, amit a székelyek később teljesítettek, azt bízta az uarhunokra, azaz őrhunokra, az avarok egyik nevének a megfejtése őrhun, és ezt a két várost azért létesítette, hogy az ottani uarhunok vigyázzák a határt. És valójában az avarok is ezt tették, ők érdekes módon nyugatról foglalták el a Kárpát-medencét, de nagyon hamar letelepítették a nyugati határon, és aztán elfoglalták ugye a Duna-Tisza közét, és legvégén Erdélyt, de oda telepítették a katonaságot, és a székelyek, hát én beszéltem székely tudósokkal, akik azt mondják, hogy hun és avar származásúak, tehát mind a kettő benne van az őseikben. Ha használták a magyar nevet, városnevet már jóval korábban, mint igen, ahogy Árpádék beérkeztek. 500 évvel, 400 évvel. Ön szerint mit jelent ez a név? Honnan ered?
Hát ezt nem tudom, meg kell, hogy mondjam. Annyi helyről eredhet, a médektől is eredhet, a médeket ugye madának hívják, és ott voltak azok a híres mágusok, akik egy ilyen nyelvet, mint a magyar, egész biztos, hogy ezt nem közönséges emberek hozták létre. Hát annyira matematikailag logikus nyelv, hogy ehhez nagy tudás kellett. És az indiaiak azt mondják, hogy mi a médek rokonai is vagyunk. Mai őstörténet kutatásban használjuk az avar, a hun, a szkíta, a székely és egyéb fogalmakat, neveket, népneveket. Hogy van ez? Ezek mind együvé tartoztak, egy forrás, egy gyökér, és csak különböző nevei, vagy vannak különbözőségek? Ők mind szkíta eredetűek, most valamit azért a szkíta birodalomról. A hivatalos tudomány szerint Krisztus előtt 800-tól 400, körülbelül 450-ig tartott az uralmuk, inkább 400-350-ig, bocsánatot, visszafelé kell számolni, de sok tudós, többek közt indiai tudósok is meg vannak győződve arról, hogy ugye az első leleteket úgy datálják, hogy Krisztus előtt 800 szkíta leleteket, sírokat, hát ugye ezek hatalmas sírokat hoztak létre, és tele gazdag, gyönyörű ékszerekkel és kézműipari termékekkel. Ezek nem alakulhattak úgy ki egyik napról a másikra, hogy 800-ban már ilyen fejlett kézműiparuk volt, és több tudós, a kínai tudósok is most már, pedig hát nekik, ők nem szkíták, tehát nekik állandó összetűzésük volt a szkíta, különböző szkíta törzsekkel, de most egy fiatal tudós, Taksian Yu, lehet, hogy nem ejtem ki, nem vagyok kína szakértő, a Pennsylvania Egyetem tanára, ő újra fordítja a Sima Qian Shi Jiét, tehát a nagy történésznek a munkáját, és abban a hunokra és a hunok elődnépére, a Shanrongokra vonatkozó részt, és ő azt állítja, hogy Krisztus előtt 1500-ban már léteztek szkíta törzsek, és hogy ezekhez az előd törzsekhez, a hunok előd népéhez tartoztak a Siungnuk, a Jüecsik, a Tokhárok, az Asziók, a jászok elődjei tulajdonképpen, és más ilyen előd népek. Tehát a Shanrong az azt jelenti tulajdonképpen, hogy a hunok előd népe. A hun szövetségen belül léteztünk, a heftalitáknál, ahogy Prokopius leírja, az már teljesen ránk van. Az van, hogy egy királyuk van, alkotmányuk van, jog szerint cselekednek, soha nem támadják meg a környező népeket, de ha azok megtámadják őket, akkor nagyon cselesen, tehát nem csak harciasan és bátran, hanem egy hadicselhez folyamodnak. Azon kívül, ha egy gazdagabb ember, ha nem az uralkodó, de egy hadvezér vagy egy gazdagabb ember, maga köré gyűjti a barátait, felosztja a vagyonát a barátai között, és ha ez az ember meghal, akkor a barátai élve eltemetkeznek a sírjába. Ez teljesen Attilára val, és ezt Prokopius leírja, és én nem értem a mi történészeinket, hát nem olvasnak? Hát Prokopius azért mindenkinek rendelkezésére áll, de erről soha nem hallottam, csak amíg én el nem olvastam. És hát én szerintem ott már a magyar törzs létezett. Ugye a hefta azt jelenti, hogy hét. Tehát ez hét törzsből álló szövetség volt. Na most ugye a magyarok szintén. És csupa jókat ír rólunk Prokopius, hogy sokkal szebbek, mint Attila hunnyai, fehérebb bőrűek, magasabbak, délcegek, nagyon jó lovasok, szóval nagyon sok minden ránk. De a nyelv az, amit még mindig kutatni kéne, hogy az mikor keletkezett, hol és mikor, és kik hozták létre.